Sziasztok! Én Mészáros István vagyok. Én pedig Szóra Anita. Ez pedig itt a Nyitott Szemmel Podcast, itt a Modern Hippi csatornán. Politika, közélet, bűnügy, utazás, filmek, sorozatok, avagy nagyvilági körkép, bármi, ami érdekes lehet. Tarts velünk ma is! Vágjunk is bele a mai témába igazából az egész azzal kezdődött, hogy végignéztem egy nagyszerű dokusorozatot, ami jó sok részen keresztül szuperül végigment Amerika teljes történelmén. Aztán elgondolkodtam, hogy mennyi mindent tudunk alapból Amerika kialakulásáról a kezdetektől fogva, de ugyanez a folyamat Európában már kevésbé ismert. Jó, jó, nyilván történelem órákon azért felbukkan ez a téma, az már persze más kérdés, hogy manapság ez hogyan. És az is világos, hogy Európa nem 1492-ben került felfedezésre, tehát jóval nagyobb kutató munkát igényel a feltárása, és sokkal szűkösebbek az információink. Ettől függetlenül elhatároztam, hogy készítek erről is egy adást, és akkor legalább együtt utána járhatunk, hogy mi mégis hogy a fenébe kerültünk ide, ahol éppen vagyunk. Ebben pedig most a legnagyobb segítségem a National Geographic tavalyi augusztusi száma volt. Az egész száma migrációval kapcsolatos, szóval elég mélyen beleáshatjátok magatokat, ha érdekel a téma. Persze fogalmam sincs, hogy beszerezhető-e még ez a szám valahonnan, nekem csak úgy egyszerűen megvolt. A disclaimer, az nem fizetett hirdetés volt, de a magazint amúgy is ajánlom olvasásra. Tehát ez tényleg érdemes olvasni, ha még nem ismernétek. Na de hogy is kezdjük ezt a témát? Az utóbbi években a migráció azért többször okozott problémát, mármint úgy az egész Európa és az egész világra nézve, hát néhány ország csak szimplán kampányt épített köré. A magazin azzal a mondattal kezd, hogy a gondolat, miszerint az európaiak a gyapjas mamutkora óta egyfajta tiszta népet alkotnak, Jóval a nácik előtt foglalkoztatta az ideológusokat, azonban ez az eszme folyamatosan nemzedékről nemzedékre erősíti a fehér felsőbbrendűséget és a bevándorlóktól való félelmet is. Így van ez az úgynevezett nemzetállamokban, az Európai Unióban és az Egyesült Államokban egyaránt, de kik lehettek azok, akik először megjelentek a mai Európában? Hogyan alakultak ki a nemzetek? Valahonnan, valakitől csak indulnia kellett az egésznek, de most komolyan? Kik az őseink? Szerencsére ma már nem kell nagyon találgatni, hiszen a tudomány és a technika olyan szintre fejlődött, hogy nemhogy négy vagy öt kamerát is el tudunk helyezni egy hatszolos okostelefon hátlapján, de pár gramnyi fennmaradt csontmaradványból is olyan DNS vizsgálatot tudunk lefolytatni, mint akár a tenyállatból. De tényleg, egy több ezer évvel korábban élt ember fogszilánkjából kideríthető, hogy milyen színű volt a szeme, a haja, és még azt is megtudhatjuk, hogy éppen képes volt-e megemészteni a tejet. És a régészeti leletek, a fog- és csontelemzés, valamint a nyelvészeti kutatások mind-mind tudományosan igazolják azt, amin már az adás címén is felháborodtál: Te, én, az olaszok, az angolok, a svédek, és még sorolhatnám, mind-mind bevándorlók vagyunk. Na de honnan jöttünk, mikor és miért, és vajon valaha tőlünk is féltek? 2018-ban több mint ezer ős ember génkészletét sikerült leírni, és az új adatok tömkelege a régészetet alapjaiban változtatta meg, így már egyértelműnek tűnik, hogy az európai ős történet három nagy népvándorlásra osztható, az újonnan érkezőknek pedig ugyanúgy megvolt a saját kultúrájuk, a saját hitük, a saját zenéjük, a saját szerszámaik, stb., mint ahogy a mai bevándorlóknak is. David Reich, paleogenetikus, a Harvard Egyetem munkatársa úgy foglalta össze, hogy egy adott hely lakói nem leszármazottjai a hajdan ott élőknek, tehát őshonos nép, mint olyan, nem is létezik. Akik ismét faj tisztaságról beszélnek, elkerülhetetlenül szembesülnek a fogalom értelmetlenségével. Ezt érdemes átgondolni, megfontolni, de akkor nézzük meg végre, hogy honnan is indult az egész. Hova vezethető hát vissza? Igen. Nos, akár tetszik, akár nem, a ma élő ember génállományának vizsgálata kimutatta, mindenki egyazon afrikai családfáról származik. Nagyjából 60 ezer éve rajzottak ki onnan őseink, és 45 ezer éve a közel-keleten át jöttek a kontinensre. És igen, a bőrük színe sötét volt, a szemük pedig világos. A kontinens nagy részét egyébként ekkor még jégfette, hát igen, csak zord időjárás fogadta őket, és nem voltak egyedül, hiszen ezt az ordvidéket másféle emberek lakták. Persze ők tényleg másfélék voltak, ők voltak a neandervölgyiek. Ők ekkora már alkalmazkodtak, mivel az ő őseik úgy jó százezer évvel ezelőtt érkeztek, szintén Afrikából. A mi őseink vadáztak és gyűjtögettek, a Duna torkolatától folyó völgyekben vándorolva jutottak közép- illetve nyugat-európáig. Nem is zavartak sok vizet, ráadásul keveredtek a neandervölgyiekkel is, és ha a Neander völgyek úgy 5000 éven belül kihaltak, a mai európaiak génkészletük 2%-át tőlük örökölték. Egyébként őseink a földrész déli jégmentes részén vészelték át a jégkorszakot, és úgy 27000 évvel ezelőtt is csupán ezre lehettek. Úgy 14500 éve köszöntött be a barátságosabb klíma, és ekkor éjszakabbra húzódtak. Kis falvakban éltek, és tökéletesítették a kőszer számaikat, ezt nevezzük mezolitikumnak. A közép-anatóliai kónyai síkság ma Törökország legfontosabb gamonatermő vidéke, és nagyjából 10.300 évvel ezelőtt az ember itt kezdett tönkét és alakort, tehát két ősbúzafajtát termeszteni. Itt terjedt el jó és kecsketartás is. Azt, hogy a mezőgazdaság levante és törökország vidékéről terjedt el, már régóta tudjuk, de úgy gondoltuk, hogy a kereskedelemmel együtt terjedt el, lesték el egymástól a népek, mind a földművelést, mind a fazekás, fazekasságot, mind bármi mást, akár a komplex települések létrehozását is. Ám a DNS kutatás itt is meglepő eredményt mutatott. Nem ellesték, hanem elvitték, hiszen elérkeztünk a második nagy a hajdani anatóliai földművelők vándoroltak, és génjeik is terjedtek. Az évszázadok során egyre feljebb húzódtak a Duna mentén, sőt néhányan csónakra szálltak, és elérték Szicíliát és Szardíniát is. Az ő bőrük világos, a szemük pedig sötét volt, ők máshogy néztek ki, más tettek, más nyelven beszéltek, és a két közösség évszázadokon át tartotta a tisztes távolságot egymástól. Azonban 5400 évvel ezelőtt minden megváltozott. Elképesztő módon zsugorodtak, sőt eltűntek az új tőkori falvak. 500 év múlva a népesség újból növekezni kezdett, de valami más volt. Mások lettek a temetkezési szokások, feltűnt a kerámia kultúrája is, és sokáig a kutatók a régészek sem értették, hogy végig mi történhetett. Azonban mára már kiderült ez a nagy rejtély is. Habár Európában ezek az új módszerek újdonságok voltak, 1300 kilométerrel arrébb a mai Dél-Oroszország és Kelet-Ukrajna-Sztyepén élő nomád jamna népnek egyáltalán nem. Ezek az ő szokásaik voltak. Ők ülték meg egyébként elsőként a lovat, ők használtak kereket és készítettek szekeret elsőként, és pár állandó települést is létrehoztak. Idő előtt 2800 táján nyugatra vándoroltak, feltehetőleg dúsabb legelőket kerestek, ekkoriban a mezőgazdaság virágzott Európában. A földművelők, pásztorok jelen voltak az egész földrészen, és több száz vagy több ezer lakosú falvakat is létesítettek. Nagyjából úgy 7 millióan élhettek Európában ekkor, és egyébként már épült a Stonehenge is. Azonban a Jamna népcsoport pár évszázad alatt eljutott a brit szigetekig, a gazdálkodók nagy része pedig nem élte túl a beözönlésüket. A mai Németország területén a népesség 70%-a is lecserélődhetett. Sokáig fejtörést okozott, hogy vajon egy nomád népcsoport hogyan végezhetett ekkora pusztítást, a válasz pedig újra a mai tudomány adta meg. Hét mintában megtalálták a pestis mikroba korai változatának a DNS-ét, a fertőzés pedig emberről emberre terjedhetett. Valószínűleg a sztyeppei nomádok évszázadok óta együtt éltek vele, immunisak voltak rá, azonban az európai földművelők és gyűjtögetők nem. Így a behurcolt Pest is gyorsan terjedt a falvakban, ráadásul a jannak kultúra képviselőjének érkezése nagyjából egybeesik az indoeurópai nyelvek elterjedésével is. Márpedig több száz indoeurópai nyelvet ismerünk, és a nyelvészek szerint mindegyetlen ős nyelvből ered. És a mai bizonyítékok egyre inkább afelé mutatnak, hogy az ős indoeurópai nyelv az orosz cseppékről érkezett Európába, és nem fordítva. Az eredmények pedig egyértelművé teszik, hogy nem létezik európai tiszta faj, az összes európai keverék. Bennünk van a Jamna kultúra képviselőinek, az anatóliai földműveseknek és az afrikai vadászoknak, gyűjtögetőknek a DNS-e egyaránt. Az egyetlen különbség, ami területileg észrevehető, az az, hogy melyik milyen arányban található meg a mai európaiakban. Például Skandináviában a jamnagének dominánsak, míg a spanyolokban és olaszokban az anatóliai földműveseké. A kelet-európai emberek DNS-e pedig igen, az afrikai vadászok gyűjtögetők hemzsegnek leginkább. A magazinban Christian Christiansen, nem tudom, hogy jól mondtam el a nevét, Göteborgi régész fogalmazta meg a lényeget. Az újabb DNS vizsgálatok eredményei aláássák a nacionalista paradigmát, miszerint mindig is itt éltünk és sohasem keveredtünk más népekkel. Nincs olyan, hogy Dán, Svéd vagy Német. Mind végső soron oroszok, és afrikaiak vagyunk. Úgy gondolom, hogy ennél találóbb és lényegre törőbb záró mondatot úgy sem tudnék kitalálni, így el is búcsúzom mára. Úgy hiszem, hogy sok embernek van mit megeszmésztenie. Ha szeretnél még tanulni és érdekességeket hallani, ha nyitott szemmel szeretnéd járni a világot, nem pedig zombiként, akkor iratkozz fel, lájkolj minket és oszd meg nyugodtan a tartalmainkat. Köszi, hogy velünk tartottál ma is, találkozunk a jövő héten, és peace! Ez volt a Nyitott Szemmel Podcast aktuális adása. Keres minket YouTube-on, Facebookon, Modern Hippie néven. Iratkozz fel és lájkolj minket, hogy ne maradj le az újdonságokról. Peace!